Olvastam egy tanulmányt, amit tudósok végeztek. Igaz, hogy nem Magyarországon történt, hanem külföldön, de szerintem Magyarországra is abszolút igaz lehet. Mi is ez, amiről beszélek? Megnézték az érettségizők, mennyire emlékeznek az érettségi tananyagával 3-6 hónap múlva. És a legoptimistább felmérés szerint 6 hónap múlva már csak 10%-ra emlékeztek abból, amit megtanultak, amit annyira jól tudtak. Van, aki 5%-ot mért, és bizony van, aki 2%-ot. Hogyha belegondolsz, micsoda időfecsérlés, energiapocsékolás történik. Te is bent ültél az iskolapadban. Évekig, évtizedekig tanultál, energiát fektettél bele, olykor sírtál is, mert nehezen ment. És a végén nem marad meg belőle, csupán ennyi. Szerinted ez normális? Egyáltalán nem is, nem is kellene, hogy így legyen. Miért nem kellene, hogy így legyen? Azért, mert nem ilyen képességekkel születtünk. Hanem mivel? Itt a koponyádban van egy, mondhatnám azt, hogy szerkezet, ami sokkal többet tud, mint a legjobb számítógép. Miért? Azért, mert nem csak információt tudna tárolni, rengeteget, hanem érzelmeket is érzel. Amit egy számítógép nem tud, és soha nem is fog tudni. Itt a koponyádban egy olyan hardvert kaptál, 86 milliárd idegsejttel. Van, aki azt mondja, hogy 100 milliárd. És az idegsejtek egymás között hálózatot építenek, amikor te tanulsz. Egy hálót építenek egymás között. Megpróbálom szemléltetni neked, hogy micsoda csoda van az agyadban, mennyi ez az idegsejt mennyiség. Képzeld el azt, hogy van egy 100 hektáros területed, és te ebből csak 5 négyzetmétert használsz. És van benne még egy borzasztó dolog, hogy ebbe az 5 négyzetméterbe azt kell ültetned, amit neked mondanak. Attól függetlenül, hogy az a föld minősége milyen növénytermesztésre alkalmas. Nézzük csak meg. Amikor egy gyermek még pici, megszületik, hatalmas nagy tudásvágy van benne. 2 éves koráig, gondolj bele, megtanul mozogni, megtanulja az izmait mozgatni, megtanul tárgyakat megfogni, megtanul beszélni. Úgy, hogy még egyetlen nyelvet sem ismer. Folyton kérdez, de miért? És ez a tudásvágy, ami velünk született tudásvágy, ez idővel valamikor eltűnik. Minden szülőnek meg kellene kérdezni az iskolába a tanítónénit, hogy tessék mondani, tanítónéni. A tanulás öröme első osztály végén is meg fog maradni? Nem, nem a tanítónénik a hibásak ebben. Ne vádold őket, hanem maga az oktatási rendszer, maga az, amit pillanatnyilag az átlag ember tud a tanulásról, az az akadálya. Mire gondolok itt? Mondtam, hogy olyan hatalmas képességet kaptál útravalóul, amivel bármennyi információt, bármit meg tudnál jegyezni. Hogy van az akkor mégis, hogy van egy könyv? Ezt a könyvet te megtanulod, elvileg megtanulod, azt hiszed, hogy megtanulod, és a végén nem tudsz belőle semmit. Pedig rengeteg időt, energiát fektettél bele. Járhatsz
bármilyen iskolába, munka mellett, család mellett, akár egyetemre, vagy akár munkát akarsz váltani, akkor bizony tanulnod kell, és jegyzeteket, könyveket kell megtanulnod, de senki nem tanította meg, hogy ezt hogyan tett. Nézzük csak meg. Mi van egy tankönyvben? Egy tankönyvben szöveg van, igaz? Leckék, fejezetek. A fejezeteknek vannak címeik, a fejezeteknek vannak alcímeik, és maga a szöveg tartalmaz kulcsszavakat. Azaz, ha te tudnád, hogy hogyan képes az agyad megjegyezni ezekre a kulcs, hogyan képes megjegyezni ezeket a kulcsszavakat, akkor már is eredményesebb, sikeresebb lehetnél a könyvnek a végére, hiszen tudnád. És ezt a képességedet te már nem egyszer megtapasztaltad, hogy igenis te tudnád, hiszen hogyha megnéztél egy sorozatot, akkor azt a sorozatot te el tudod mondani a barátnődnek, el tudod mesélni teljes részletességével, hogy mi volt benne. Még azt is el tudod mondani, hogy hogy néztek ki a szereplők, hogyan voltak fölöltözve. Vagy most azt mondom, hogy állítsd le ezt a videót, és emlékezz vissza, hogy a World Trade Centerben történt támadáskor, támadásnak a hírét, amikor meghallottad, hol voltál, kivel voltál, mit csináltál éppen. Nos, kell-e több bizonyíték arra, hogy képes lennél bármit megjegyezni. Csak a száraz tananyagot nem. A válaszom tehát egyszerű, és maga a technika is egyszerű. Meg kell tanulni, először is jól jegyzetelni. A Harvardon végeztek egy tanulmányt, megnézték, hogy a Harvardon tanuló diákok miért tudnak olyan sokat, amikor kijönnek az egyetemről, és annak ellenére, hogy iszonyat mennyiségű tananyagot kell megtanulniuk. És 70%-ban az a válasz jött ki, hogy a jegyzeten múlik minden. Tehát, ha te tudod, hogy hogyan készíts egy megfelelő jegyzetet egy könyvből, akkor már rengeteget tettél a hatékonyabb, a sikeresebb tanulásod érdekében. Mit tartalmaz általában egy tankönyv? Azon kívül, hogy szavakat, főcímeket, alcímeket, azon kívül tartalmaz még idegen szavakat. Tehát mi a dolgunk? Tudni kellene, hogy az agyam hogy szeret megjegyezni idegen szavakat, hogy tud könnyedén megjegyezni idegen szavakat. Hogy tud megjegyezni neveket, hiszen nevekkel is találkozol egy könyvben. Számok is mindig vannak. Ez is csupán technika. Megjegyezni a számokat, bármennyi számot, évszámot, adatot meg tudnál jegyezni, ha tudnád ennek a technikáját. Mit tartalmaz még? Felsorolásokat. Tehát a dolgod az, hogy tanuld meg a technikáját annak, hogy hogyan tudsz felsorolásokat megjegyezni. Igen, jól hallottad, ez mind-mind technika. Ez mind-mind egy olyan szoftver, ami jól működhet az agyadban. Én összeállítottam ezt a technikát. Kifejlesztettem ezt a tanulási rendszert. Én már 20 éve kutatom. Olvasom tudósoknak a kutatási eredményeit, és ez alapján állítottam össze a programot, és oktatom, én már 8 éve, nagyon nagy sikerrel. Mit jelent a siker? Amikor bent ülnek a résztvevők, és rádöbbennek, rácsodálkoznak, hogy micsoda tehetség rejlik bennük, amiről eddig nem tudtak, és még valamit tapasztalnak meg, az örömtanulás érzetét. Azt, ami kiskorban elveszett. Nekem van egy vízióm,
hogy lehetne egy olyan iskolát csinálni, ami képes arra, hogy a tanulási vágy ne szűnjön meg, megmaradjon az örömtanulás. De sajnos ebben a rendszerben, amiben most vagyunk, ezt lehetetlenség még megcsinálni. Viszont, ha megtanulsz tanulni, és megtanítod a gyerekednek is, akkor ez már lehet egy kiút ebből az állapotból, amiben most vagyunk. Tehát kidolgoztam ezt a tanulási rendszert, ez tényleg egy egész rendszer, hiszen így építettem föl, hogy megnéztem, hogy mit tartalmaz egy tankönyv, hogyan kell hozzáfogni, hogyan kell jegyzetelni, hogyan kell megjegyezni kulcsszavakat, hogyan kell megjegyezni idegen szavakat, fogalmakat, számokat, neveket. És amikor elkezdtem ezt átadni a hozzám érkezőknek, rájöttem, hogy a széknek van ugyan három lába, de a negyedik hiányzik. Vajon mi lehet ez a negyedik? Ez a negyedik pedig maga az ember. A te lényed nélkül lehet a kezedben bármilyen eszköz. Ha nem hiszed el, hogy te erre képes vagy, akkor nem fogod tudni használni. Ezért kezdtem el kutatni. Mit kellene még hozzátenni? És megtaláltam. A másik, a negyedik láb az önismeret. Tudd, hogy ki vagy. Mit jelent az, hogy ki vagy? A ki vagy az azt jelenti, hogy ismerem az erősségeimet, és ismerem a gyengéimet. Elfogadom a gyengéimet. És nem elutasítom, és nem szégyellem magam miatta. És mire fókuszálok? Az erősségeimre fókuszálok. Ebből megtanulod azt is, hogy hibázhatsz. Hiba központú társadalomban élünk. Mit tanultunk meg? Az elejétől fogva nem lehet hibázni. Pirossal írták rá a dolgozatokra a hibapontok számát. Aláhúzták az összes tévesztést. Mire vitték a figyelmedet folyamatosan? Itt egy hiba, és ilyet nem lehet csinálni. Dehogy nem lehet. Hiszen a hibáinkból tanulunk, hogy ne hibázhatnál. És onnantól kezdve, amikor megismerted önmagad, megismerted az erősségeidet, egyben azt is megtudtad, hogy mi a te életfeladatod. Jó úton haladsz-e? Lehet, hogy nem is haladsz jó úton, lehet, hogy teljesen más csinálsz, mint amit neked tenni kellene, csak a társadalom elvárás, vagy valamilyen nyomás alapján választottál te magadnak szakmát, ami nem te vagy. Tehát térjünk vissza akkor erre, hogy amikor ez a holisztikus tanulás kialakul, az tulajdonképpen mit jelent, mit takar? Az, hogy maga a tanulási technika, és ahogyan most tanulunk, az bal agyféltekével történik. A bal agyfélteke pedig nem alkalmas arra, hogy hosszú távon ismereteket megjegyez, megérts. Mert az csak ír, olvas, számol. A bal agyfélteke mondja azt, hogy te ezt nem tudod megcsinálni, ez lehetetlenség, amit te kigondoltál. Nem kapcsoljuk hozzá a jobb agyféltekét, ami a sztori, a kép, a szín, a térbeliség, a ritmus, a zene, és a jobb agyfélteke építi össze a bal agyfélteke által bevitt információkat egységes egészé, csak általa tud megszületni a megértés. Említettem még a jegyzetelés technikáját. Ugye a Harvard Egyetemen
jöttek erre rá, hogy mennyi minden múlik a jegyzetelésem. És igen, ez a fajta jegyzetelési mód, amit én megtanítok, mindenki hallott róla, elmetérkép vagy mindmap, de nagyon nem mindegy, hogy hogyan csinálod. Mert nagyon könnyű úgymond azt mondani rá, hogy én elmetérképet készítettem, holott az nem az, mert csak elmetérkép formájába vitted fel a lineáris vagy balagyféltekés feldolgozást. Ez a fajta jegyzetelési mód utat nyit még valami felé, amit egyébként te nem teszel meg, mert soha nem tanították meg neked mit. A tovább gondolást, hogy az, amit én most itt a tankönyvből vagy előadásból megtanultam, azt én hogyan hasznosíthatom az életemben. Tehát meg kell állni és gondolkodni kell azon, hogy mire jó ez nekem? Mit tanultam meg ebből? Még valami lehetetlenség elérni egy lineáris, egymás alá írt, lapozható jegyzetből, jegyzetfüzetből, vagy akár ugye a lapozható tankönyvből. Nem tudod meglátni a különböző témakörök közti összefüggést, mert elkülönítve látod őket, külön dobozokba tároltad el őket az elmédben. Csak véletlen lehet az, hogy meglátod az összefüggéseket, és össze tudod fonni az idegsejtek közti hálózatot. Tehát ez a jegyzetelési forma erre is alkalmas, hogy különböző szakterületek összefüggéseire rájöjj. Még valamit tudok adni ezzel a technikával. Kreativitás. A kreativitás fejleszthető. A kreativitás tanulható. A kreativitás nem más, mint biszociáció. A biszociáció az az, hogy egyáltalán össze nem tartozó információkat kötök össze. Mire gondolok itt? Gondolj csak arra, hogy hogyan született meg a tépőszár. Biológiából. A bojtorján növénynek a kis bogáncsszerű ága volt az inspiráció arra, hogy megszülessen maga a tépőszár. De mondhatnám a fizika törvényeit. A termodinamika törvénye nagyon jól alkalmazható pszichológiában és önismeretben. De ezt meg kell tanulni, hogy hogyan tudod összehozni őket. Ezek a dolgok azok, amiket én megtanítok a tréningjeimben, illetve a könyvben is, amit azért írtam, hogy ébredjenek föl, ébredjetek föl, hogy nem jól van ez így, ahogy mi most csináljuk. Ez a fölösleges sok minden, amiért nincs eredménye, és belefektettük az időnket, energiákat, pénzünket, és csak ennyire emlékszünk a végére. És hogyha még emlékszünk is, mi haszna van annak, hogyha csak elmondani tudod, viszont nem tudod használni. Én hiszek abban, nagyon-nagyon hiszek abban, hogy ezen tudunk változtatni. Főleg akkor tudunk rajta változtatni, hogyha egyre többen ébredünk föl, és tanuljuk meg használni az elménket úgy, hogy az öröm legyen. Hogy a tanulás öröme ne vesszen el, és nem fog elveszni. Ha te tudsz tanulni, akkor örömmel fogsz tanulni. És még egy valami nagyon fontos. A legfontosabb. Ezáltal fogsz tudni megtanulni, gondolkodni, tovább gondolkodni. Az út a lehetőség előtted áll.
dönts.